kínálsz, méltóztassék parancsolni, ez a kabát úgy áll uraságodon, mintha uraságodra öntötték volna, kérem. Csak hogy ez nekem nagyon drága, kérem. Adják valamivel olcsóbb. Mennyire mondta uraságának? 150 pengő, főnök úr. Hát tudja mit, számítsa meg 130 pengőért. Nekem még mindig nagyon drága. Az orvosság az drága, uram, attól mentsen meg a jó Isten minden ember. De egy ilyen kabát, egy ilyen homespun, millepoinnel keverve, kérem, hát nézze meg a bélését, vasárnaponként béléssel kívül hordhatja a kabátot. Hát olyan boldog legyek, nem keresek egy vasat se, csak pénzt láss. Hát a 100-ért megkaphatnám, kérem. Mit tetszett mondani? 100-at, 1 100. Segíts el a kabátot. Igen, szabad, hát uram, kilabolni nem hagyom magam. Kérem, hát ne tessék ilyet hát mondani. Hát azt hiszi, hogy a kereskedő azért van, hogy reggel kinyitja a boltot, bejön egy vadidegen ember és kilabolja. Bocsánat, kérem, hogy pénzt ígértem. Csak kérem, nagyon keveset, ne strapálja magát. Ön nem képez egy komoly vevőt. Nekem, kérem, komoly vevő szándékom. Így néznek ki mám a komoly vevők. Az ilyen vevők kergetik a szegény kereskedőt a hamis bukásba. Hát vegye tudomásul, én tönkre megyek, de kergetni nem hagyom magam. Kérem, hát van más üzlet is a világon, van, ugye? Dezső, köszönjön. Szolgálja. Nem szégyenik magukat, hogy nem tud elmenni a konkurens vállalathoz. Mind én hozzám jön. Hogy honnan veszik a szemtelenséget, ezt nem tudom megérteni. Alá, szolgálj, Sándor! Jó napot, Bernárd bácsi! Jó napot, Bernárd! Mi újság? Jó napot, segédő! Hát, Sándor! Na! Mi van? Mondja, Dezső, mit áll maga itt? Annyi vevő lebzsel itt az üzletbe, kérem. Menjen ki és húzzon be valakit, kérem. Nézze meg az a Simon, hogy dolgozik a másik üzletbe, ölön nézi. Igen, de az erőszakkal húzza be a kuncsaftot. Húzza be maga is, magának is van keze, nem? A van keze. Mert akkor kezeskedjék behúzni, kérem. Hát, Csángó, na, én magának egy olyan prima társat szállítok, hogy a maga üzlet az egyik napról a másikra fel fog virágozni. Az én üzletem, hát tudja mit, nekem nem is kell társ. Hát miért nem? Hát miért megyek ide magam mellé egy hülyét? Hát miért hülyét? Mert aki ebbe az üzletbe betársul, az nem lehet normális, kérem. És hol van az a társ? Itt van a Miramar kávéházba. Rögtön átküldöm magának. Most nősül Csehszlovákiában. Igen? Aztán nagyon sok pénzt kaphat. Miből gondolja? Hát mert olyan randa a nő. Hát tudja mit, küldje. Na jó, hát a viszontlátásra. Minden jót, a Netti néni csókolom jó, nagyon jó. Sokszor. Na. Kérem, méltóztassék, parancsolni kell, tessék egész bátran, nyugodtan. Behúztam, főnök úr. Jó napot kívánok, főn a főnök, kérem. Főnök, Csángó. Szabó. Nagyon örülök. Kérem én az elősének. Minek, kérem? Elősének. Úgy értettem, hogy azt tetszik mondani, hogy elősének. Igen, ellenkezőleg én azt mondtam, hogy elősének. Elősének. Az első magyar hadviseltek betegsegélyző egyesülete hivatalos lapjának a szerkesztője vagy. Mondja, segéd úr, egy szégyen. Kérem, az ön üzletének elsőrendű érdeke, hogy a mi lapunkban adja tudtára a nagy közönségnek, hogy... Hirdetés? Igen. Más ki. De bocsánatot kérem. Gyerünk! Az előse. Előse jött volna, az lett volna. Igen, szóval egy... Nem szégyelj, más ki. Bocsánat. Anyagoljon kérem, el engem. Bocsánatot kérem. Előse. Mondja, segéd úr. Előse, mert jönni a csügyén. Na mondja, nem szégyeli magát. Egy ilyen vevőt hoz be neked. Hát egy jó kereskedőnek a vevő 10 méterről meg kell ismerni, kérem. 11 méterre volt. És viccelődik, mi viccelődik? Nézd, drága főnök úr, ezen a rossz üzletmenet ellen mégiscsak ki kellene valamit találni. Mit lehet itt kitalálni? Mi vagyok én egy edizor? Reggel kinyitom a boltot, vagy bejön a kuncsaft, vagy nem jön be. És mondja már, hogy bejön, ki akarja rabolni az embert, kérem. Nézd, csak főnök úr, ha én nem tudnám, hogy a főnök úr olyan tisztességes, becsületes kereskedő. Beszélik, mi? Ezt mondják, el mondják. El van teljesen. Igazán van teljesen, igen. Hát ha én ezt nem tudnám, akkor nekem volna egy ötletem, főnök úr. Na, halljuk. Amivel mindig rá lehetne sózni a kuncsaftra a ruhát. Na? Nem fog megharagudni a főnök úr? Hát, ha jó az ötlet, akkor... Nézd be, csak főnök úr, kérem. Vannak itt nekünk ezek a piros bugyellárisai papundekliből, amit tavaly előtt vettünk árverésen. Ha és? Azt kellene csinálni, hogy minden kabátnak a belső zsebébe bele kellene tenni egy ilyen piros bugyellárist. Kabalából? Dehogy kabalából, főnök úr. Bejön a kuncsaft, felpróbálja a kabátot, és ahogy próbálja, próba közben észreveszi, hogy egy pénztárca lapul a belső zsebében. Na és? Hát nem érti, főnök úr. Azt fogja hinni, hogy valaki benne felejtette az erszényt.
Dezső! És megtettik rád, hogy minden pénzt megad, csak hogy megkaparinthassa a bugyelányt. Dezső, hát maga egy utolsó csirkefogó. Hát maga egy alja az emberiségnek, hát nem szégyeli magát, magát bunkós bottal kéne agyonverni, kérem. De hát magának van egy ilyen ötlete, és csak most mondja meg nekem. Megvárja, amíg tönkre megyek. Szóval megcsináljuk. Hát mi szóval, mert szegény, becsületes kereskedő vagyok, azonnal felszerelni az összes kabátot. Maga se fog vízszintesen meghallgálja. Mondja, miért nem mondta ezt nekem már régen? Hát csak tegnap jutott eszembe. Miért nem mondta meg tegnap, azóta is eladhatunk volna egy pár öltönt, maga kilopott a zsebemből 1000 pengőt. Nem értem, főnök úr. Hát a főnök úr mindig azt hangoztatja, hogy milyen tisztességes, becsületes kereskedő. Hát valakinek kell hangoztatni. Nem csapom be a vevőt, az öltöny mellé kap egy piros bugyellár is, nem? Ez jön valaki, főnök úr? Nagy színházi esemény készül itt máma. Hogy színházi esemény? Itt a boltban lesz a piros bugyellár is premierje. Nagyon. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Tetszik valamit kívánni, kívánni? Már kívántok! Mit tetszett kívánni? Jó napot kívántok! Ödön kérlek, most ne viccelj! Ödön kérlek, ez egy komoly dolog. Mondd meg az uratnak, hogy mit akarunk. Ne tartsuk fel az urakat. Miért olyan sok dolgok van? Igaza van uraságodnak. Csángó Razván szerencsét. Csángó. Lebovics, a feleségem. Lebovicsné? Mindjárt gondoltam. Igen. Hát, mivel szolgálhatunk? Kérem szépen, a Bernát úr mondta, hogy be lehetne itek is pénzzel társulni. Igen, igen, de csak ha jól megy az üzlet, az én hozományomra vigyázni kell. Ezt kikötöttük az esküvő csak előtt. Most volt az esküvő? Igen, elkéstünk egy kicsi, kérem. Gondolkoztam, aztán elhirtelenkedtem. Igen, kérem. Kaptam hozományt, ugye? Megérdemeltem. Jó szeme van magának. Hát, hogy megy az üzlet, kedves Csángó? Köszönöm szépen, elég jó. Hát persze, ruha kell az embereknek, nem járkálhatnak mesztelenül. Igaz ez, Üvike? Igaz. De viszont, ha jól megy a bót, minek egy pénzes társadalom? Nézze, Lebovics, egy kis friss tőke soha nem állt. Meg aztán az ember kap egy új munkaerőt. Munkaerőt? Én nem értek a konfekcióhoz. Csak azt tudom, mi jön egy kabátba, de hogy mibe jön egy kabát, azt én nem tudom. Azt maga bízza én rám. A szakmát azt én értem. Idebent én dolgozom meg a segédúr. Ön meg kin az utcán sétál. Miért sétálkozom? Hát, hogy behívja a vevőt. Én hívjam be, és ha nem jön? Jön az, ha nagyon hívják. S ha már itt van, én eladom neki azt a ruhát, mert a szakmát azt én értem ki. Mi mindig jön a szakmával? Ödön, fiacskám, ez nem nekünk való üzlet. Még hogy az én férjem kincsétálni az üzlet előtt, esőben és hóban, az én drága pénzemért, hogy nekem megfázzon, örökösen prüsszögjön nekem, hogy én rakjam rá a frizlicet, az én drága pénzemért, na nem, fiacskám, ez nem nekünk való üzlet, gyere Ödön, gyere fiam, gyere. Pedig szép lett volna, csináltatta volna egy firmatáblát, Lebovics és Csángó férfi ruhaüzlet. Miért Lebovics és Csángó? Csángó és Lebovics. Miért? Ha már adom a pénzemet, az én nevem legyen elő. Én nem adom az üzletemet, meg a szakértelmemet. Mindig jön a szakértelemmel, gyerünk meg. Gyere, fiacskám, ez nem nekünk való üzlet. Gyere, Ödön, gyere. Várjál, fiam, pedig tudja mit? Talán csinálhat maga is egy kis bótot. Igen. Ha volna egy olyan kis könnyű kabátja magának. Igen, igen, hát ha tudnának adni valami finom, elegáns ruhát, de olcsón. Vigyázz, fiacskám, rád ne sózzanak valami bóvlit. Miért nem figyelmeztetted az anyádat, mielőtt téged velem? Ja, jó van. Akkor kérni fogom, ugye? Egy könnyű ruha legyen, ugye? Könnyű. Főnök úr, kérem, bugyelárissal? Várjon. Szóval akkor ön nem akar betársulni, ugye? Nem! Bugyelárissal! Nem! Nézze, a konfekció az nem egy szakma, máma. Miért kérem, ha megy? Ha megy. De mi megy, máma? Vedd el a kabátom, tagad, fiam. Hogy engem egy vevő szekáljon, hogy szűk, meg bő, meg ilyenek. Van magának fogalma arról, milyen nehéz máma eladni valamit? Nem is olyan nehéz. Nem, majd mindjárt meglátja, hogy nem nehéz. Méltóztassék, parancsolni kérem. Csak folyton jön itten a szakértelmével. Mi ez? Mi ez itten? Mi ez? Igazán elegáns, könnyű kabát. Ha miért ne legyen könnyű, alig van anyag benne. Az ujjára például már nem is jutott, nézze, könyökig ér az ujja itten. Vedd le, Ödön, vedd le! Kérem, ezt meg lehet hosszabbítani. Mi ez, váltó, hogy meghosszabbítsuk? Na hát, kérem.
Hát kérem, ezt a kabátot vissza kell tenni, hadd nőjön egy kicsit, míg nincs eléggé kifejlődve. Vedd le, ödöm, vedd le! Hát hol van maguknál a szemmérték? Ilyen kis szűk kabátot adnak egy ilyen nagy laklira. Ne láklisz, fiam, azért ne láklisz, fiacskám. Jó, hogy nem mindjárt egy matróz blúzt adnak a férjemre. Még nem vette észre, főnök úr. Méltóztassék uraságunknak megtekinteni magát a tükörben, kérem. Na. A kabát háta, ez direkte pompá. Hát, de mivel takarózom elől? Nézze meg, kérem. Vedd le, ödöm, vedd le, hát mutassanak valami másikat. Hát kérem, ez a kabát, ez beteg. Kérem, ez fekszik. Azért fekszik, mert beteg. Na, kérem. Nem akarta elhinni nekem, kedves Sángó főnök úr. Mai nap nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Mi? Vigyázzon, segél úr, most. Mi nehéz, kérném szépen? Tessék? Tetszett mondani, hogy valami nehéz. Semmi, mondom, hogy... Vigyázz, fiam, valami van benne. Mi? Semmi. Hogy nehéz. Mondom, hogy nagyon nehéz eltalálni mindjárt egy kabátot, hogy megfeleljen. És később? Később, mindig jobban. Én nem értem, a hosszú ingujakat varrattál nekem. Igen. Álló, majd adunk egy másikat. De ne adjon nekem. De nem kell neked. De nem kell neked. De nem, ez teljesen megfelel. Van benne valami, és megüzenődött. Mi van benne, kérem? Tessék? Tetszett mondani, hogy van benne valami. Mondtam, hogy van benne valami, hogy egy kicsit pacent. De Ödön! Hát elment az eszed? Te ezt a szűk kabátot akarod megvenni, hát külön van az egész karod! Hát te is most hideg, fiam! Majd tényére veszek-e hosszú kesztyűt magam? Ödön! Én nem bírok rá nézni! Hát valami haszna már van a kabátnak, ugye? Nem, az őrassága kedvére egy másik kabátot... De nem kell! Hát de nem kell! Mi is, hogy megfelel, hagyj ide! Mert van benne valami, is megadítanálja meg! Mibe kerül? 150 pengő. Nem lesz a sok egy kis. Adhatunk. De ne adjon nekem, mert ez lefújts! De nem kell, ezt nem adom, vigyázzon. Nézd, hogy boxol. Vigyázzon, 150, tessék parancsolni. Tessék, itt van a tessék. Igen, meg fognak vizsgáltatni, fiam! Biztosan megharapott valami kutya! De én meg! A lábadra, nincs! Akkor majd becsomagoljunk. De ne csomagoljunk. De csillandós vagyok, itt van, megye. Csomagoljam az én kabátomat, ittan. Én így nem megyek vele, végig az utcán. Mész a túlsó oldalon, ne félj. Én nem röhögtetem, kiragam, fiam. Menjen, menj, majd találkozunk, ne félj. Tessék vigyázni, ne a spárgánál fogja meg. Igen, spár. Maga egy szakember. Jaj, de szép. Na, főnök úr, vagyok egy Edison. Dezső, maga egy zseni, igen. A jutalom az nem is fog elmaradni. Majd meglátja, hogy miket fogok én magával még csinálni itt a boltban. Hát én már most röhögök, ha rágondolok, hogy benyúl a zsebbe, és egy papíros dolog. Igen, hogy fognak ezen röhögni az utcán? Látta, hogy nézett ki, mint a bohóc. Jön! Ki? Lebovics. Akkor én megyek. Hogy a főnök úr, mert én is megyek. Na de én kapjam a pofonok a főnök. Itt van. Hát kérem szépen. Kedves Csángó úr. Gyere, fiam, gyere. Visszajöttünk. Azt látom, kérem, valami baj van? Nem baj, hát baj nincsen. Baj az, ha valakinek leég a háza is, nincs bebiztosítva. Igaz, Szívi? Igaz. Akkor, ha szabad kérdeznem, szabad. Minek köszönhetjük a szerencsét? Ha kedves Csángó uram, a kabát a szű. Szű? Abjom. Nagyon csodálom, mert itt nagyon tetszett uraságodnak. Itt igen, de egy kapu alatt megnéztem. A kabátot... Rá tetszett jönni, hogy szűk. Szűk belül. Igen. Kevés benne az anyag. Ez a baj, majd kicseréljük. Jó, majd én meglátom, fiam, meglátom, mindjárt vessük ezt le. Meglátom, fiam, hogy véletlen volt ebben a piros bugyellár is, vagy egy aljas trükk. Hát kérem, adja nekem az első kabátot, amit lók. Az is szűk lesz, majd hozok egyet a pincéből. Mi maga, csapos? Adj egy ezt a kabátot itt, pincébe. Tessék. Szakember, meg ilyeneket. Köszönj parancsolni. Mindjárt várjál. Ne nyújtsd! Hát itt van, benne van a piros bugyalár is ebbe is. Jön csak ide, főnök úr. Tessék. Mondja meg őszintén, mibe kerül magának egy ilyen darab piros bugyalár is? Egy pengő. De miért tetszik kérdezni? Én meggondoltam a dolgot. Én betársulok magához. Maga csak ugyan érti a szakmát. Lebonyít. Maga igen.